se alvás, se fény és titkos jelszók. Így töltötte el Zelenszkij és az ukrán vezetés az Oroszország által indított katonai invázió első két hónapját, derült ki a The Times neves brit részletes riportjából. Üdvözlöm Önöket, a mikrofonnál Kulifai Máté, ebben a podcast sorozatban rendkívüli hírek és cikkek hátterét igyekszem megvilágítani. Ha kíváncsi a folytatásra, kérem iratkozzon fel a YouTube csatornára. Az értesítéseket pedig a csengőgom megnyomásával tudja beállítani. A nagynevű brit lap The Times politikai szerkesztője egészen a kijevi kormányzati gépedet szívébe látogatott, hogy megtudja, hogyan és honnan vezették az országot a háború egy éve alatt, az elmúlt év alatt. Beszámolójából többek között az derült ki, hogy az előzetesen tervezett két hét helyett több mint két hónapon át kellett rejtőzködnie Volodymyr Zelenszky ukrán elnöknek és az ukrán vezetésnek abban az ablaktalan, teljesen zárt földalatti bunkerben, amelybe a háború kitörésekor menekült. Alap több miniszterrel, tanácsadóval és kormányközeli forrással is beszélgetett, hogy teljes képet kapjon a háború kirobbanását követő időszakról. E szerint az invázió kezdetét követően az ukrán kormány azonnal a Kijev központjában található kormányzati negyed, pontosabban a Bankovája utca alatt található biztonságos bunkerbe menekült azon a bizonyos február 24-én, 2022-ben. A tervek szerint csak két hétig tartózkodtak volna a helyen, ám ezt végül két hónapra kellett kiterjeszteni. A bunker körül teljes volt a hírdálat. Olyan szintű biztonsági intézkedéseket vezettek be, hogy bárkinek, aki kapcsolatba lépett az ukrán elnökkel, azonnal titoktartási végzést kellett aláírnia. Ebben többek között az szerepelt, hogy tiltott bármi nemű részletet elárulni a rejtekhely kinézetével, elhelyezkedésével, személyzetével kapcsolatban, de még az ott felszolgált ételekkel kapcsolatban is. Amikor az orosz erők behatoltak Kijevbe. A brit lap szerint rémület és szorongás lett úrán úr a miniszterein és tanácsadóin. Ma már nem annyira beszélnek erről az időszakról, erről például Nikolaj Szolszky agrárpolitikáért és élelmezésért felelős miniszter számolt be a The Times-nak. Egy másik kormányzati informátor azt mondta, hogy nagyon rideg körülmények uralkodottak a rejtek helyen, nem látták a napot, tehát egy ablaktalan helységről van szó, sokszor azt sem tudták, hogy milyen napszak van. Zelenszky csapata a háborús eseményeket az iPhone-jaikon keresztül követték, állandó készültségben voltak, szinte semmit nem tudtak aludni, gyakran megzavarták az események a kevés pihenősüket is. Több ukrán tisztviselő egyszerűen annyira besokalt a föld alatti bujkálásból, hogy egyikőjük a The Times újságírójának bevallotta, hogy még ki is szökött a bunkerből, hogy végre étteremben ehessen. Az ukrán vezetés attól félt, hogy Kijevet elfoglalhatják az orosz erők, ezért meghosszabbították a menedékhelyen való tartózkodást. A lap szerint Zelenszky csak nagyon ritkán hagyta el a bunkert, hogy a felszínre menve felvegye azokat a videóüzeneteket, amelyeket feltöltöttek ugye a közösségi oldalakra, megnyugtatva az embereket, hogy az ukrán elnök nem menekült el. Február elején egyébként Naftali Bennett, akkori izraeli kormányfő, egy ötórás órás podcast beszélgetésben beszélte el, hogy miként közvetített a háború kezdetekor az orosz és az ukrán fél között. A beszélgetésből kiderült, hogy Zelenszky csak azt követően kezdte el elnöki bejelentkezéseit sugározni, hogy a közvetett ígéretet kapott magától, Vladimir Putyintól, hogy nem fogják őt megölni, kivégezni. Amikor Bennett ezt a ígéretet megkapta az orosz elnökkel való tárgyalása során a moszkvai látogatása alkalmával, szinte azonnal felhívta Zelenszkijt a Kremlből kilépve. Két órával később jelent meg Zelenszki azon videója, amelyet már a kijevi elnöki irodában készített, és amelyben az elnök hangsúlyozta, hogy ő, idézem, nem bujkál, és nem fél senkitől. Köszönöm, hogy meghallgattak, Kulifai Máté szerkesztő vagyok. A rendkívüli hírek podcast sorozatban érdekes cikkek, események hátterét igyekszem megvilágítani. Ha tetszett az adás, kérem iratkozzon fel a YouTube csatornára, a csengőgomb megnyomásával pedig be tudja állítani az értesítéseket is. Köszönöm a figyelmét, vigyázzon magára!